Tehát Mátyás és Kora. Elnézést, elkezdeni még egyszer előre. Mátyás király a magyar történelemnek egyik olyan kiemelkedő egyénisége volt, aki egyszer s mindenkora, mint egy megelőzve és meghazudtolva a történelem sodró lendületű szelét, a magyarságot a leginkább pozitív út felé vezette. Történt mindez az 1000-es évek közepén, amikor Mátyás, mint király ténykedett a magyarság élén. Mátyás király igen nagy ember volt, mint ezt a róla elnevezett templom is bizonyítja. Mátyás bizony-bizony igen sok dologgal foglalkozott. Mátyás király a kornak megfelelően még gyakorta lóháton járt. A ló egy négylábú állat, és igen könnyen megkülönböztethető a nyúltól, hiszen hosszú, földigérő farka semmiért sem hasonlítható. Ennyit a lóról, de Mátyás király egy teljesen más beállítottságú embertípust követett maga után. Bizony-bizony teltek múltak a dolgos évek Mátyás korában. Itt bővebben most nem kívánok kitérni, hiszen azt hiszem ez köztudott dolog, milyen nagy ember volt Mátyás. No de Mátyás király ugyanakkor, mint tudjuk, a alkotó szerepeiről is híres ember révén sok minden dolgot tett, tevékenykedett kicsiny kis országunk jobb létre való sanyargatása vége. Teltek, múltak a dolgos hétköznapok Mátyás életében, míg nem egyszer csak elérkezett 1956. október 23-án az események a Petőfi szobornál kezdődtek, ahol a megtévesztett tömegek a vezetők vezetésével a várba hajtattak, s követelték Táncsics Mihály szabadon bocsátását. Ezt az akkori várban székelő Cerúza és a nyomdászok, a Hecken, a Stróbert és a Landerer Jenő nagyon rossz szemmel nézte végig. Végig. A késő délutáni órák előzményeként még kora délelőtt lehetett, amikor a börtönéből szabadult Mincenti bíboros és az egybegyűlt hívek a Magyar Rádió előtt, Bródi Sándor utca 5-7, hangos munkát, kenyeret tiltakozással vetette magát a lakosság népétegi tagozódásainak az ajkán szájról szájra. Szájra. A déli órák környékén dél volt. Ekkor az országban található összes nagyobb életű harangot megkongatták, mint egy jelezvén ezzel a nagy magyar delet. Később a harangot Ady Endre saját kérésére a fülébe öntötték. Később félreverték a harangozót, a 3:42 után 3 perccel a parlamenttel valamivel szemben a Duna jegén megkoronázták Rákosi Mátyás. Ezzel kezdetét vette a magyar hideg volt. Emberek egymás pufajkáit vacogtatták fogsorukhoz. Bizony, az már délután volt. Gerő a hangerő, kiabálták a néppárti koalíciók vezetői a kassai direktorium értelmében, figyelembe véve a debreceni nagy templom szellemét, egy olyan Magyarországon még nem látott színes, széles váz, a KISZ aktivisták konkrét részvételi lehetőségét tagolván. 6:45-7 ismét megjelent a hétvezér, Árpád előtt onkom, Habci, Vidor. A vereckei hágon át ismét megjelentek a felszabadító csapatok, a 80 huszárral közös hadtestet alkotván a kecskeméti repülőtér villódzó fénye, a Kumbélának művör kalapja volt. Tildi Zoltán, aki az akkori kisgazdapárt elnöke volt, de Tildi Zoltánról majd még a későbbiek folyamán bővebben megemlékezem. Tildi Zoltán
akiről már egyszer megemlékeztem, de Tildy Zoltánról rajtam kívül még igen sokan megemlékeztek, például a nagy magyar honvédköltőnk, Arany János, a Tildy Estéje című ciklusban.